Hé, öreg asszony! Ember! Pardon, ember! Ki lakik abban a várban? 37 vagyok. Tessék? Alig 37, nem vagyok öreg. Nem szólíthatlak csak embernek. Szólíts Dennisnek. Nem tudtam, hogy úgy hívnak. Meg sem próbáltad kitalálni. Még egyszer elnézést az öregasszonyért, de hátulról... Azt rühellem, hogy úgy beszéltél velem, mintha alád tartozni. Király vagyok. Király? Na hiszen. És hogy lett belőled király? Kizsákmányolsz másokat, mi? És idejét múlt a imperialista dogmákkal fenntartod a szociális és gazdasági különbségeket a társadalmunkban. Ha valaha is előbbre lép. De csak is, úgy... Várta meg, Cuki, nekem van a rogyos most. Ó, üdvözlöm. Üdvözlöm, asszonyom. Arthur vagyok, a brittek királya. Ki az a vár? Kinek a királya? A britteké. Kik azok a brittek? Mi vagyunk, mindannyian. És én vagyok a királyotok. Mit szólsz, van királyunk? Azt hittem, autonóm közösség vagyunk. Ne áltasd magad, asszony! Diktatúra ez a javából! Abszolút autokrácia, amelyben a munkásosztálynak... Megint belehergeled magad ebbe az osztály micsodába. Mert erről van szó. Hát nem értitek... Pillanat, jó emberek, sietős a dolgom. Abban a várban emberek, abban a várban ki lakik? Nem lakik senki. Hát ki az uratok? Nincs nekünk urunk. Micsoda? Mondtam már, anarcho-szindikalista közösség vagyunk, és hetenként fölváltva mindig más gyakorolja a végrehajtó hatalmat. Yeah. De csak azok a döntései jogerősek, amelyeket a két hetenként összeülő különbizottság ratifikál. Jó, értem, de... Pusztán belügyekben elég az egyszerű szótöbbség. Most már elég! De legalább kétharmad kell a jelentősebb ügyekben. Elég, megparancsolom, hogy hallgass! Nézzenek oda, mit képzelsz, ki vagy? A királyod vagyok. Én ugyan nem szavaztam rád. Királyra nem is szavaznak. Akkor hogy lettél király? A tavak királynője a napfény megcsillant aranykelmébe burkolt karján. A magasba emelte a tó mélyéből a szent szabját, jelképezvén, hogy Isten akaratából én, Arthur legyek annak hordozója. Ezért vagyok a királyotok. Hát ide hallgass, egy vízben hancúrozó és karddal hadonászó menyecske nem dönthet az államforma felől. A legfelsőbb végrehajtó hatalommal csak a tömegek ruházhatnak fel bárkit is, és nem egy kis nőcske a vízirevűből. Elég, tartsd a szád! Csak nem képzeled, hogy a te kezedben van a hatalom attól, hogy egy vízitündér hozzád vágott egy rozsdás kardot? Tartsd a szád! Ha elkezdeném mondogatni, hogy én vagyok a császár, mert egy elázott tyúk fejbevert egy buzogánnyal, hát rögtön kinyírnának, nem igaz? Pofa be, most már aztán pofa be! Látják? Az erőszak belejárója a rendszernek! Pofa be! Mindenki láthatja, hogy ez egy erőszakrendszer. Elnyomnak! Segítség! Elnyomnak! Üdös parasz! Na, most elszólta magát. Hallották? Ezt magyarázom. Látta, hogy elnyomott? Maga látta, ugye? Látta. Maga látta.